Egy napon belül kétszer bombázták az oroszok a dél-ukrajnai Nikopolt és környékét. Húsz lövedéket lőttek ki például Krasnogrigorievsk lakosságára. A kommunikációs csatornák, két városháza és az elektromos hálózat is megsérült. Ezen kívül egy szivattyú telep is működésképtelenné vált, amely három települést látott el vízzel. Emiatt most 7000 ember maradt víz nélkül. A száraz fű lángra kapott a támadás környékén.